Hiába a gyönyörű tavaszi időjárás, szinte teljesen kihalt volt ma délben a Halászbástya és a Mátyás templom környéke. Minden más településhez hasonlóan az első kerületben is érezhető a koronavírus járvány hatása. Ezek tompítására jelentett be a kerület ellenzéki polgármestere 8 pontos intézkedéscsomagot. Ennek legfontosabb eleme az úgynevezett válságkezelő alapjövedelem bevezetése, fejenként havi 100 ezer forintig 3 hónapon keresztül. Azok, akiknek az egyéb mindenféle jövedelmeik a szociális támogatásokkal együtt sem érje el a 100 ezer forintot, havi 100 ezer forintot a jövedelmük. Ők pályázhatnak erre, vagy jelentkezhetnek erre a válságkezelő alapjövedelemre, ami kiegészíti 100 ezer forintra a jövedelmüket. Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten a parlamentben a Párbeszéd felvetésére nem támogatta az alapjövedelem ötletét. Kell-e adni, szabad-e adni minden teljesítmény nélkül, minden magyar embernek, mondjuk, hogy ön javasolja, 100 ezer forintot, és minden gyermeknek 50 ezer forintot, és ha kiszámoljuk, hogy ez hova kerül és hogy kerül szét az országban, akkor biztos, hogy jó javaslat ez. Az első kerületben az alapjövedelem mellett minden háztartás kap egy-egy mosható vászonmaszkot, 3 hónapos fizetési moratóriumot kapnak a lakás- és üzletbérlők, megemelik a kerületi lakosoknak járó egyszeri támogatás összegét és a szociális étkezési kártya összegét is. Vénaszályi Márta szerint azért döntöttek ezekről, mert nem elégedettek a kormány eddig bejelentett programjaival. Nem tartottuk elegendőnek. Valójában én még mindig várom azt, hogy a kormány által bejelentett intézkedések pontosan mit is jelentenek, még mindig nagy a bizonytalanság. De az első mellett a 8. kerület is saját intézkedéseket jelentett be. A Józsefvárosban szintén 3 hónapig haladékot kaptak a lakások és üzlethelyiségek bérlői a bérleti díj kifizetésére. A múlt héten pedig a 9. kerület szintén ellenzéki vezetése jelezte, hogy szintén havi fix összeget fizet a rászorulóknak.